vagy a miniszter úrtól személyesen jelzi, hogy igen, Juhász Hajnalka képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Hétvégén újabb mértföldkőhöz érkeztünk a koronavírus elleni harcban. Elértük, és most már meghaladtuk az 5 millió első beoltott főt, ami lakosságrányosan egészen egyedülálló teljesítmény, nem csak Európában, hanem világszerte is. Ennek köszönhetően a nemzeti konzultációban kinyilvánított társadalmi igénynek megfelelően a fokozatos nyitás újabb lépcsőfokához érkeztünk. Megszűnt a kijárási korlátozás, a kötelező maszkviselés a köztereken, illetve az üzletek és az éttermek is nyitva tarthatnak korlátozás nélkül. Újra lehet lakodalmakat is tartani 200 főig. Fontos hangsúlyozni, hogy erre azért van lehetőség, mert Magyarország lakosságának több mint 50%-a megkapta az első oltást. Mint ismeretes, a baloldal a járvány ellen azzal próbálkozott, hogy diktatúrát kiáltott, és nem akarta megadni a kormánynak a szükséges veszélyhelyzeti felhatalmazást. A baloldal emberkísérletnek nevezte az orosz és a kínai vakcinák használatát, holott most már az egészségügyi világszervezet is elismerte a kínai oltóanyag hatékonyságát. Támadták a regisztrációs eljárást is, feleslegesnek nevezték, és azt hangoztatták, hogy regisztráltak adataival visszaélnek. Bebizonyosodott azonban, hogy a regisztráció átláthatóvá és könnyebbé tette az oltási folyamatot, és semmiféle visszaélés nem történt az állampolgárok adataival. A magyarok többsége átlát Gyurcsány Ferenc és szövetségesei hatalmi politikai játszmáján, és tudatában van, hogy minden a vakcinák ellen irányuló baloldali törekvés veszélyezteti a lakosság fizikai egészségét, hátráltatja a gazdaság újraindítását. A hazai vakcináció a baloldal oltásellenes kampány ellenére is sikeres, folyamatosan nő a regisztráltak és beoltottak száma. Tisztelettel kérdezem államtitkár urat, mi a vélemény a keleti vakcinák hatékonyságára. Köszönöm szépen. Válaszadásra Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Ahhoz, hogy Magyarország megelőzze az Európai Uniót és megelőzze az USA-t is átoltottságban, ahhoz szükség volt a keleti vakcinákra is. Ha nem támaszkodtunk volna az orosz és a kínai vakcinára is, akkor sokkal több megbetegedés lett volna, sokkal több kórházi eset lett volna, és sajnos valószínűleg több elhunyt is lett volna. De így Magyarország gyorsabban tudott reagálni, többeket tudtunk beoltani, hamarabb kezdődhetett meg a járvány korlátozásoknak a feloldása, és bizony valóban kevés olyan mutató van, amelyben Magyarország jobb teljesítményt nyújt, mint az Európai Uniós átlag, és jobb teljesítményt nyújt, mint az Amerikai Egyesült Államok, de az átoltottság az egy ilyen terület. Köszönet illet mindenkit, aki segített ebben, oltóorvosoknak, ápolóknak, az oltást szervezőknek, hogy eljuthattunk idáig, hogy most már közterületen sem kell maszkot viselni, és az életnek nagyon sok része visszatért a régi kerékvágásba. Akiknek sajnos nem tudunk ezügyben köszönetet mondani, az a magyar baloldal. A magyar baloldal novemberben kijelentette, hogy ő más sem fog tenni Brüsszelben, mint megpróbálja megakadályozni, hogy Magyarországra keleti vakcinák érkezzenek. Magyarul oltásellenes programot vittek, oltásellenes politikát folytattak, nem Magyarországgal, nem csak a kormánnyal vitatkoztak etéren, hanem az egészségügyi világszervezettel, hiszen azon vakcina, Sinopharm vakcina, amit ők támadtak, amire a mai napig érvényben van egy benyújtott javaslatuk, amivel országosi határozati javaslatban akarják megtiltani a Sinopharm vakcinát, ez olyan vakcina, amit az egészségügyi világszervezet engedélyezett. Ilyen felelőtlen politikát vitt a magyar baloldal. Szó szerint idézem a most bekiabáló DK-sok saját petícióját, amit ők maguk indítottak, hogy ez a vakcina bizonytalan hatékonyságú, kivizsgálatlan, ismeretlen tartalom és ismeretlen működésű, ezért tiltakoznak és be akarják tiltatni egy olyan vakcinát, amit az egészségügyi világszervezet is ajánl a világ minden országában. A magyar baloldal oltásellenessége óriási felelőtlenség volt. Ha bárki rájuk hallgatott volna, még ma is több százezerrel több, sőt több millióval több ember lenne a koronavírus fertőzés veszélyében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra van lehetősége képviselőasszonynak. Köszönöm államtitkár úrnak a válaszát. A
kormányzati sikeres vakcinabeszerzésnek köszönhetően elegendő vakcina áll rendelkezésre. Minden magyar, aki szeretné beoltatni magát, be tudja oltatni magát, és ne felejtsük el felhívni azoknak a figyelmét, akik bizonytalanok. Kérjük, regisztráljanak, mert az élet teljes értékű újraindítása és egészségük megóvása érdekében ez rendkívül fontos. Köszönöm államtitkár úrnak a válaszát. Egy perces viszont válaszra van lehetősége államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Valóban elképesztő, hogy az elmúlt napokban is Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége olyat mondott egy videó csatornán, hogy rövid távon az oltás nem mentett életeket. Még most is arról beszélnek, mintha azokat az embereket, akik még nem oltották be magukat, még mindig megpróbálnák lebeszélni arról, hogy beadják az oltást, hiszen ők azzal számoltak, és ezt nem csak titkos, zárt tanácskozásokon mondták el egymás között, hanem egy külföldi lapnak is elmondták, hogy minél tovább tart a járvány, minél több egészségi áldozata van, minél több gazdasági áldozata van, annál nagyobb az elégedetlenség a kormánnyal szemben, és annál nagyobb a baloldal lehetősége arra, hogy 2022-ben megragadja a hatalmat. Ritka nagy felelőtlenség, ritka visszataszító az, amikor emberi életeket sem tartanak értéknek, akkor, hogyha a politikai hatalom megragadásáról van szó. Ilyen nyersen, ilyen egyértelműen nagyon kevésszer láthatjuk azt a szívtelenséget, embertelenséget és kegyetlenséget, mint amit a baloldal megtett, hogy a hatalomért bármire képesek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár.